Sziasztok! Kocka Bence vagyok, és ma bemutatom nektek a Hughes & Kettner Grandmaster 36 gitárerősítőfejet. Baloldalon csöves erősítőknél megszokott módon egy hálózati és egy standby kapcsolót találunk, mellette egy master szekciót, egy master hangerővel, presence magas és resonance mély állítási lehetőségekkel, ezek mellett a következő potméter egy címzett zengető potméter, mellette háromsávos EQ, magas, közép és mély állítási lehetőséggel, ezután egy csatorna hangerő, egy gain szabályzó, egy boost gomb, és egy tekerő található, amivel kiválaszthatjuk, hogy milyen hangszínt szeretnénk használni, négy lehetőségünk van. Emellett pedig a jobb szélen a gitárbe menetet találjuk meg. Vannak beépített effektjeink is, amit ezzel a gombbal tudunk aktiválni. A delaynek három gomb le van foglalva állandóra. Itt látjuk a felső sorban, hogy át van címezve, egy delay level, egy feedback és egy delay tempot méterünk van. Mellette, ami az előbb még csatorna hangerő volt, azzal négy effekt közül választhatunk. Kórus, flanger, phaser vagy tremolo, aminek az intenzitását a gain szabályzóval állíthatjuk be. A hátlap bal oldalán két MIDI csatlakozót találunk, be- és kimenetet, mert midizhető az erősítő és tovább is fűzhető. Mellette egy effect loopot be- és kimenettel, egy vonal kimenetet, egy zajzárszabályozót, amit az első panelen lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni. Mellette kétféle hangfal szimulátorral egy DI kimenetet, ettől jobbra beállíthatjuk az EL84-es csöveinknek az összedolgozását és a kimeneti teljesítményét. Egyébként az előfokban 12 AX7-es csövek vannak. Ezekkel a gombokkal állíthatjuk be a kimeneti teljesítményt, lefelezhetjük 18 wattra, 5 wattra, 1 wattra, vagy el is némíthatjuk az erősítőt. Mellette találjuk a hangfal csatlakozási lehetőséget és a 220 voltos távfeszültség csatlakozóját. Ez volt a Hughes & Kettner Grandmaster 36 típusú gitár erősítőfej bemutatása. Ha tetszett nektek, kipróbálnátok, vagy akár vásárolnátok, keresétek a Tajti Music hangszeráruházakban. Sziasztok!